Akkor most már beszélek, üdvözlök mindenkit. Ez a mai előadás igazából egy beugró előadás, ezt nem én tartottam volna eredetileg, hanem a kis Laci, csak aztán ő neki egy térd porckorong leválásos, műtétes, lábadozásos időszaka van most, szerencsére sikerült a dolog, úgyhogy én fogom elmondani. Igazából olyan rettentő sokat nem tudok értelmesen beszélni erről, mármint úgy értem, hogy a nagyon-nagyon sok mondani való nincsen, mert igazából arról van szó, hogy elindult most egy űrszonda 10 nappal ezelőtt, de még sok mindent ugye nem tudunk róla, azon túl, hogy működik. Úgyhogy ez az előadás ez arról fog szólni, hogy egyrészt milyen ez az űrszonda, másrészt röviden összeraktam néhány dolgot, hogy mit érdemes tudni a Merkurról, amiben újdonságot hozhat. Folytatódik a Merkur ostroma, ez a cím, ami valamilyen szinten ugye folytatást is jelent, mert ugye ez lesz, illetve ez már, reméljük működni fog, a harmadik űrszonda, amelyik a Merkurt eléri. Tulajdonképpen ugye 70-es években volt a Mariner 10, aztán néhány évvel ezelőtt ugye a Messenger, most pedig a következő jó pár évben a Beppi Colombo, erre azért várnunk kell néhány évet, majd látni fogjuk. Tehát az a fontos, hogy az Európai űrügynökség meg a Japán űrügynökség, tehát ESA-JAXA közös együttműködéses projektje. Maga névadó, az egy kollega, akiről korábban nem sokat lehetett, vagy nem volt annyira népszerű szakember, egy matematikus, az olasz Giuseppe Beppi Colombo, jó ideje már eltávozott közülünk. Ő volt állítólag ő játszott a vezető szerepet a első konkrét hintamanőver kidolgozásában gyakorlatilag, amit ma már ugye tucat számra használnak minden űrszondánál, illetve a Merkur 3-2 arányú tengelyforgás keringési rezonanciájának ő volt az egyik úttörő magyarázója, aki szépen matematikailag ugye keretbe foglalta és elmagyarázta, hogy mi történik ebben a rendszerben. Mi ennek a küldetésnek a célja? Igazából ugye a legfontosabb dolgok a Merkurnál, amit a küldetés megcél, az egyrészt a magnetoszféra vizsgálata, a felszín vizsgálata, a belső meg a gravitációs tér jellemzése, ami nem egy meglepő választás, mert ennél több nem sok minden van, tehát mi más, hanem ez. Itt néhány konkrétabb és mondjuk egy érdekesebb kérdés. Ugye ami manapság nagyon divatos, és egyre inkább vizsgált témakör, hogy miként keletkezik egy bolygó ennyire közel a központi csillaghoz, vagy miért ott alakul ki, ami ugye most már az exobolygók szaporodó száma miatt is egy érdekes kérdés, bár pont az exobolygó rendszerek mutattak rá arra, hogy messze-messze nem olyan egyszerű a helyzet, mint itt a naprendszerben, hanem vannak mindenféle bolygómigrációk, meg főleg a belökött forró Jupiterek, azok ugye teljesen másfajta dinamikai történettel bírnak, mint mondjuk egy klasszikus földtípusú kőzetbolygó, amelyik a adott csillaghoz közel keletkezik, de azért fontos tudni, hogy tényleg hol és miért alakulnak ki a legbelső kőzetbolygók, mondjuk így. A Merkur magjáról szintén sok érdekesség van, tudjuk, hogy rettentő nagyméretű a magja az egész bolygóhoz képest, és hát az a nagy kérdés, most a legújabb modell alapján jelenleg is folyékony halmaz állapotban van, és generálja a mágneses teret, de azért itt megint csak nem tiszta az egész gyakorlatilag. Például az egész éven folyékony-e vagy sem, és hogy igazából ember a folyékonyságról is vitatkoznak. Mondjuk ez már nagyjából már bizonyított, de mégiscsak kérdés, hogy van-e olyas, mint a Földnél, hogy belül van egy szilárd mag, aztán egy folyékony halmaz állapotú vasmag. A vulkanizmus meg a tektonika szerepe a felszínfejlődésben. A Messengertől tudjuk, hogy ez nagyon fontos volt, mind a két folyamat. Ugye most már majd látni fogjuk a végén, hogy főleg ez a zsugorodásos felgyűrődések okozták az elmúlt mondjuk 2 milliárd évben a legtöbb felszínformát a bolygón. Ami nagyon újdonság és nagyon divatos, és mindenki kíváncsira, hogy a sarki jég, ugye a kráterekben, ami a Holdon is van itt a közelben, és ezt a Merkurnál fedezték fel elsőként. Ez egy fontos, kiemelt célpont. Légköri gázvesztés a naphoz közel hogy történik, részben egy exobolygókkal kapcsolatos dolgokra is mutathat rá, mert ez annyira talán nem.
napszélmágneses tér kölcsönhatás, ez ugye egy extrém esetet mutat, mert viszonylag intenzív a mágneses tér, ugyanakkor rettentő közel van a napszél, és nagyon-nagyon élénk a kölcsönhatás. Az is nagy kérdés, hogy a bolygó mágneses terének a központja az miért van kicsit, nem is kicsit, 20%-kal odébb, mint a geometriai középpont, aminél az az érdekesség, hogy állítólag ez az ígéret egy méter pontossággal ki fogják jelölni a küldetés adatai alapján. Lehet, hogy ez kicsit egy merész állítás, de ki tudja. Meg Einstein általános relativitás elméletével kapcsolatban ugye Merkurnál jól ismerjük a dolgokat. Röviden az űrszondáról, ott látszik egyébként egy kis animáció, lehet látni, hogy hogy pörögnek az évek. Ugye most tartott 2018. október 20-án, hát ott már kicsit messzebb vagyunk, itt 2024, 2025, igen, 2025, hát ott november volt, itt december 5-én fog megérkezni a Merkurhoz, úgymond végleg. Tehát akkor fog odaérni, úgy, hogy akkor pályára áll körülötte, gyakorlatilag azelőtt már nagyon hasonló pályán mozog egy jó ideje a Merkurhoz, tehát nagyon hasonló lesz hozzá a mozgás, és akkor áll körülötte, úgymond pályára. Ami fontos, hogy igazából ez ugye egy 7 éves utazás, tehát azért elég hosszú. Itt látszik az útvonala nagyjából. Ugye lesz egy hintamanőver a Földnél, kettő a Vénusznál, hat a Merkurnál, tehát elég sok. És igazából ugye a szonda még három egységből áll, az a Merkurnál válik külön. Ami még fontos, igen, ezt nem mondtam, hogy ionhajtó műve van a Bepi Kolombónak, ami egyrészt lassabbá teszi az egész projektet, ugye, kicsit, tehát 7 év az most már azért manapság bevált. Tehát nem tartozik egy extrém hosszú utazás, utazásnak a 7 év, sőt, hát régen is voltak ilyen nagyon hosszú élettartamú űrszondák, de a lényeg, hogy az ionhajtómű miatt ugye csak kicsit sokkal szerényebben tudja gyorsítani magát, mint ugye a klasszikus kémiai hajtóművű szondák, tehát ez is hozzájárul ahhoz, hogy hosszan tart a dolog, és minél több hintamanővert terveznek bele, viszont az indítandó tömeget ez kb. Egy tizedére csökkentette a hajtóanyagot tekintve, tehát ez nagyon-nagyon erősen olcsóvá teszi ugye az űrszondák használatát ilyen ionhajtóművel, csak minden lassabban történik, de mindenért kevesebbet kell fizetni, úgymond. Az eredeti terv alapján egy földi évig fog üzemelni, tehát ez lesz a nominális élettartam, ami kb. 4 merkúri év, és ez alatt történik tulajdonképpen a méréseknek a nagy része, elvileg egy földi év hosszabbítást terveztek be, most már, amit ilyenkor szinte mindig beszoktak tartani, reméljük azért ennél többre is lehetőség nyílik, mert hát azért több az mindig jobb, ha lehet így fogalmazni. Néhány kép az űrszonda szerkezetéről. Majd utólag, aki csak a felvételt hallgatja, az majd gondolkodni fog ilyenkor, hogy mi az a halk klutyogás, amikor nem beszélek. Igazából több egységből áll, ugye? Itt van gyakorlatilag 4 egység megnevezve. Ezt az egészet nevezzük MCS-nek, Composite Spacecraft-nek, vagy akárminek, tehát egészet egybe. Amin belül van egy ilyen MTM, egy transfer modul, ami a Merkurhoz juttatást biztosítja, tehát ez egység itt hátul. Amiben van úgymond a hajtómű, ebben van egy csomó napelemtábla. Az egész odaúton gyakorlatilag ez adja az energiát a rendszernek, meg, hát ez nem fogyaszt sokat, viszont az ionhajtómű az ugye sok energiát fogyaszt, tehát annak ez látja el az igényeit gyakorlatilag. Illetve még külön említik ezt a MOSIF nevű valamit, ez a napfény ellen védő ilyen pajzs gyakorlatilag, amiben benne van az MMO, a magnetoszférikus orbiter, tehát két egységből áll maga a tudományos küldetést végrehajtó szonda, itt látszik, ez a planetári orbiter, tehát a bolygó körül, a bolygót vizsgáló főegység, úgymond, ez a nagyobb, ez az európai. Itt látszik, hogy ez közelebbi pályán van. És az MMO, a magnetoszférikus vizsgálatokat végző berendezés, ez pedig a japán, a JAXA-nak a közreműködése. Ez van ebben a furcsa ilyen csonka, kúp alakú napfényvédőben jelenleg.
és a bolygónál válnak szét gyakorlatilag. Ami érdekes, hogy valószínűleg a MPO, tehát a bolygókutató európai űrszonda, nevezzük mondjuk az európai egység, az főleg a magnetoszférán belül lesz szinte mindig, de tudjuk, hogy változékony a magnetoszféra, tehát ez nem lehet így kimondani. Az MMO az viszont szinte mindig ki és be fog menni a magnetoszférából direkt, hát persze, ugye, hogy szépen szeli át, és mindig vizsgálja gyakorlatilag a magnetoszféra viselkedését. Ha az ember egy kicsit is járatos abban, mondjuk, hogy mi történt az elmúlt években a Merkur kutatásában, akkor tudja, hogy a Messenger űrszonda az nagyon sok mindent kiderített, és igazából az egy nagyon jó űrszonda volt, meg még most is az, és hát sok szempontból jobb teljesítményt, vagy néhány szempontból látványosabb jobb teljesítményt nyújthat, mint bizonyos esetekben az európai Bepi-Colombo, mert kicsit nagyobb a kapacitása, a műszerezettség, akkor mit keres úgymond az európai fél itt a Merkur kutatásában? Hát ez egy nagyon jó kérdés, amire nem tudok választ adni, de az biztos, hogy így van, hogy sok újdonságot fog ez hozzáadni, ami egy plusz dolog, és ami unikális, hogy tulajdonképpen kettő szonda tud egyszerre vizsgálatot végezni, ez mindenképpen fontos lesz. A másik, hogy amit a Messenger nem tudott mellett feltérképezni, úgymond, ha egyszerűen fogalmazunk, arra itt fókuszáltan tudnak figyelni, illetve hát azért mégiscsak egy olyan helyzetről van szó, egy olyan bolygóról, ahol eddig még csak kettő űrszonda járt, azért ez nem sok. Tehát mindenképpen itt sok érdekességre lehet még figyelmet fordítani. Nézzük meg kicsit közelebbről, hogy mit tudnak ezek az űrszondák. Tehát itt van az Európai Egység, ami a bolygót közelebbről fogja tanulmányozni, kicsit ilyen furcsa alakja van, lehet így mondani, ez pedig a Japán, amelyik a magnetoszféra vizsgálatát célozza meg, ami néhány egyébbel egy dologgal együtt szomorú a küldetésből, a programból, az ez a Merkur felszíni egység, amit részben anyagi okokból töröltek. Pedig ez nagyon érdekes lett volna, és Európa itt megint valamit előbb léphetett volna mondjuk az amerikai kontinenshez képest, tehát leszállni a Merkurra azért az nagyon jó dolog lett volna, és az egy nagyon fontos dolog, amit valaki meg fog csinálni előbb-utóbb, de nem biztos most már, hogy mi. Egyébként két terv is készült, volt az a úgymond a sima leszállóegység, az a pontos vagy finom leszállóegység, amelyik fékezéssel szállt volna le, és egy kis ilyen dróton egy mini ilyen kis rovert is kieresztett volna magából, ez volt az ötlet. Hát volt egy másik, úgymond a durva, kemény leszállást végző, amelyik fékez egy picit, de belefúródik, mint egy penetrátor a felszín alá, és ott végzi a méréseit, de sajnos ezt törölték, úgyhogy ez így alakult. Ha nézzük meg az európai egységen, látszik, hogy 480 meg 1500 kilométerrel a felszín fölött fog mozogni, poláris pályán, ugye a térképezés a célja, minél több részét ismerje, térképezze fel a bolygónak. Műszerei gyakorlatilag azért elég szép csoportot alkotnak, optika, infravörös, ultrai, vagy a röntgen, meg gamma hullámhosszakon működik, meg neutron spektrométert is visz. Ennek ugye fő célja a sarki kráterekben lévő jég vizsgálata lesz. Van egy ilyen mikrohullámhosszú radiométeren, ott is vizsgálja a sugárzásokat. Van egy lézeres magasságmérője ennek is, ugye, mint az amerikaiak, magnetométer, persze, részecskedetektor, gyorsulásmérő, rádió, kísérlet, ami főleg a Földdel való kapcsolattartásban mutatja a szonda mozgását, gyorsulását, pontosan lehessen megállapítani. A japán egységnek a pálya szintén poláris, de látjuk, hogy azért az, hát ma elég közel jön, egy kicsit kevésbé, mint a európai, de aztán kimegy 11.000 kilométerre, tehát jó messze. Elmegy, ugye szelj át a magnetoszférát minél szebben, minél távolabb. Ez ugye főleg plazma, meg pordetektort, meg magnetométert visz magával, tehát főleg ezt a mágneses viselkedéseket fogja tanulmányozni a bolygónál. A célpontról valamit, bár ezek díja kicsit elcsúszott, mert ezt más később akartam, mindegy. Ugye miért érdekes sok minden miatt a Merkur magnetoszférája? De az egyik, hogy ez egy viszonylag pici, az most csak a Föld magnetoszférának egy vázlata, senki ne jegyen meg, csak szemléltetésként van itt. Viszonylag kicsi, ami egyedi, hogy ehhez képest, hogy viszonylag kicsi és intenzív, azért főleg kicsi, mert a napszél ugye nagyon erősen nyomja, közel van
a naphoz, de ennek ellenére azért nem túl erős, de nincs légkör. Tehát egy légkör nélkül, ugye erős mágneses térrel bíró égítés, ilyen azért nagyon kevés van a naprendszerben, ugye. Aminek van mágneses tere, az általában erős, vastag légkörrel bír, és nincs légkör, ezért nincs ionoszféra, nincs plazmaszféra, tehát teljesen másként lép kölcsönhatásba a napszél ezzel, mint mondjuk egy, mint a Földdel, vagy mint mondjuk egy óriás bolygóval, vagy mint mondjuk egy gázban gazdag üstökös maggal, vagy a Vénusszal. Tehát ez egy furcsa, egyedi dolog. Általában a magnetoszférában lévő töltött részecske forrása vagy a napszél, vagy a légköre az adott bolygónak, itt nem. Itt a napszél meg a felszíni anyag. Maga a szilárd felszínről is úgymond párolog ki, meg származik mindenféle folyamat révén különböző részecskéknek az együttese, és ezek töltik fel a magnetoszférát. És speciális kölcsönhatás még, amit várnak a szakemberek, ezt még nem ismerik eddig, de felmerült, hogy a magnetoszférikus mindenféle áramok ugye meglepően közel vannak a bolygónak a felszínhez közel lévő kismélységű vasmagjához, ami részben folyékony lehet. Tehát elképzelhető, hogy a magnetoszféra generál valamiféle úgymond visszagenerált másodlagos teret a folyékony magban, ami egy nagyon egyedi eset lenne, ezt nem tudni még, ez igazából csak egy ilyen lehetőség és egy ötlet. Az első felvételek a start után készült eseményekről azt mutatják gyakorlatilag, hogy nagyjából rendben működött a dolog, tehát eddig minden úgy tűnik, hogy a tervek szerint alakult, a tervekben pedig ugye az van, hogy először a start után szépen lassan nő ugye a keringési távolság a Földtől, ugye ionhajtómű, tehát nem lehet így hirtelen elindulni, mint ugye látványosan megy a többi bolygókutató szondán általában, és aztán jön egy hosszú bolygó közé, ugye pálya, az a Föld, Vénusz, meg több Merkur közelítéssel, és aztán a Merkur körül is megint szép lassan, fokozatosan fog ugye a bolygóhoz közel kerülni, mert ugye az ion hajtómű miatt természetesen sok minden lassabban történik. Nézzük meg ezt egy ilyen kis animáció segítségével. Mik a fő események, amik várhatóak? Most nem látom, milyen hosszú. Mindegy, ez nem igazi felvétel, bár olyan is lehetne, de ugye ez animáció még a start előtt készült film gyakorlatilag. Hogy ott van a hasznos tehermaga, ez az egész egység, tehát ez a Merkur transfer szonda gyakorlatilag. Tehát itt van, ami oda menet biztosítja a meghajtást, meg az energiaellátást, ez itt maga az európai egység, és ez itt az a napfényvédő kupak, vagy kúp, amin belül van a japán szonda. És itt látszik, ugye, hogy mindenki termel energiát, mert ugye nagyon kell, ez ugye főleg az ionhajtóműnek, ez pedig magának a szondának, az európai keringőegységnek gyakorlatilag a napelem táblája. Ugye kinyílnak a műszerek, kommunikálunk a Földdel, minden jól működik, reméljük, ezt láttuk előbb, hogy a magnetométer kinyílt igazi felvételen. És hát szépen beindul az ionhajtómű nem sokára, és akkor lassan nő ugye a keringési távolság, de hát ez ugye nem az a gyors esemény, amit megszoktunk úgymond már az űrszondáknál, hogy elindulnak a Földről. Kicsit előre tekerünk, mert ugye az a 7 év az nem lesz olyan izgalmas itt ezen a filmen. Hát ugrottunk 7 évet. Igen, ide ér a Merkurhoz, és akkor leválik tulajdonképpen ez az egység, ez igazából már nem hasznosul, tehát nem csinál semmit. Aztán a bolygóhoz közel külön válik a japán szonda, a magnetoszférikus orbiter, az ugye azon a pályán marad, amin ilyenkor a rendszer volt, és aztán szépen lassan ugye a másik, vagy nem, bocsánat, ezt rosszul mondtam, nem, most elfelejtettem pontosan, hogy lesz pontosan a végső pálya elérése. Ennek ilyen jó hosszú karon vannak a magnetométerei, és mindjárt vége is az egésznek.
Jó. Szerintem ez itt a vége. Kész. Jó. Na, igen. Jó. Hát igazából még fogok beszélni, de nem túl sokat, illetve majd igyekszem rövidíteni. Magáról a szondáról ennyit érdemes röviden elmondani. Az interneten mindenféle plusz extrém adatok vannak a szondáról, főleg a tervezéséről, meg arról, hogy hogyan készült el, aki akarja végböngészheti, ezek azonban főleg ilyen mérnöki részletek, amik nem hinném, hogy itt annyira érdekesek már. Inkább röviden nézzünk arra, Calories Flyover animáció, jó, ez majd a végén, hogy mik azok a dolgok, amiket a Merkurnál érdemes vizsgálni. Ugye általános jellemzők, ezt mindenki tudja, ugye, hogy a 38% az átmérje a Földének, ugye 5% a kb. A tömege, tehát kisebb tömeg, lényegesen viszont tudjuk, hogy a sűrűség az elég nagy, azt majd mindjárt meglátjuk, az összenyomatlan állapotban viszonylag nagy, 5 g per köbcentiméter feletti, ami mutatja, hogy a anyagának anomálisan nagy részét alkotja ugye a vas, légkör gyakorlatilag nincs, stb. A holdhoz nagyon sok, gyakran szokták hasonlítani, ugye a Merkurt, főleg a kinézete alapján, igazából eléggé más ugye a két égitest azért. A Merkurnak sokkal nagyobb a tömege, a gravitációs tere, mágneses teret generál, a hold régen egy picit csinált ilyet, de az sem volt úgymond túl komoly. Erősebb a gravitációs tér, az azt jelenti, hogy intenzívebbek a becsapódások, sőt a naphoz közelebb van, tehát minden sokkal gyorsabban éri el a felszínt, úgymond. Több becsapódás éri, intenzívebb becsapódások, nagyobb olvadék keletkezik, nagyobb kráter, tehát ez egy kicsit különbözik gyakorlatilag a holdétól. Amiről mindenki biztos szintén ugye hallott már, ugye ez a keringési, meg a tengelyforgási időnek a rezonanciája, ugye amíg kétszer kerül meg a bolygó a napot, addig háromszor fordul meg a tengelyek körül, és mivel ezt elliptikus pályán teszi, ezért ugye változik a nap látszó mérete, meg a mozgási sebesség az égen, emiatt ugye még az egyenlítőn sem egyenletes a besugárzás, hanem van az úgynevezett kettő ilyen forró, vagy meleg pólus, meg kettő hűvösebb, bár mindegyiken nagyon meleg van, de az egyik páron még melegebb van, mert ott onnan nézve van az, látszik az az égen, hogy a nap nagyméretű, és látszólag megáll, meg egy kicsit visszafele indul, aztán újra kezd el tovább menni. Tehát gyakorlatilag ez ilyen furcsaság. Nyugodtan be lehet jönni. Igazából ez a 3-2 rezonancia a legtöbb modell alapján most állítólag meg tudják magyarázni. Ez egy ilyen hosszú távú, úgymond kaotikus pályafejlődésnek az eredménye, ami főleg a főszervezője az egésznek a nap, tehát a nap-Merkur kölcsönhatás volt, de úgy néz ki, hogy a Vénusz is közben szólt gyakorlatilag, illetve még az is elképzelhető, hogy hát a Föld már nem szólt bele nagyon, de a Földdel kapcsolatban is van néhány ilyen egész számmal kifejezhető érdekes helyzet, ami valószínűleg azért van, mert a Vénusz és a Föld között is elképzelhető valamiféle kapcsolat. A légkör, ugye erre szokták mondani, hogy légköre nincs, de az sokkal ritkább, mint a földi. Gyakorlatilag ugye vákumszerű környezet van, azonban nagyon érdekes, hogy van némi gázanyag a Merkur körül részben a napszélből, de valószínűleg főleg inkább a felszíni anyagból, ugye a napszélből hidrogén, hélium, de a felszínről oxigén, nátrium, kalcium, kálium, meg még néhány nagyon-nagyon kis koncentrációba előforduló elem található meg, ami azért érdekes, mert ezek a felszínről származnak, napközben úgymond kipárolognak, néha éjszaka visszacsapódnak egy picit, bár ez a napi ciklus is kevéssé ismert. Ez minden esetben nagyon érdekes, mert gyakorlatilag ugye a felszínnel, nyugodtan be lehet jönni, a felszínnel egy ilyen exoszféra érintkezik, ami egy kivételes... Van még hely valahol? Jó, biztos, ott van egy hely, nem is tudom, hogy be van-e kapcsolva, ha nincs bekapcsolva, akkor nem fő meg senki. Ez a légkör rettentő ritka, a nappali oldalon ugye valameddig kiterjed, aztán ugye amikor a napszél határolja a magnetoszférát kívülről, a magnetopauzán, akkor ugye azon túl már nem tud menni, úgymond. Éjszaka pedig üstökös csóvaszerűen elnyúlik az éjszakai oldal fele, bár mondom, ez nagyon-nagyon ritka, nagyon kis koncentráció, itt van 10 az 5-en atom
per köbcentiméter, ami nem sok, 10 a mínusz 12-en bár. Ugye ez borzasztóan semmi szinte. Mágneses teréről igazából ez volt az, amikor mondtam, hogy az a szlájdot már egyszer azt elmondtam, most itt kicsit hasonlóan van szó. Ez az ábrázolás úgymond nem teljesen rossz méretarány tekintve. Ami azt jelenti, hogy kb. A valósághoz hasonló. Tehát ekkora Merkur, és mondjuk egy átlagos helyzetben mi az átlagos? Persze, ezen lehet vitatkozni, de van olyan helyzet nem túl ritkán, amikor a napfelüli oldalon egy Merkurnál kisebb átmérőnyire terjed a magnetoszféra. Tehát pici az egész. Tehát azért tényleg nagyon picike. Jól össze van nyomva, mert jön a napszél nagyon erősen, ugye intenzíven jön, tehát nagy a sebessége és nagy még a részecske sűrűsége. Aztán, hogy megy ki a naprendszer, ugye az egész, főleg a részecske sűrűség az nagyon gyorsan csökken. Itt még magas. Ezért az ismert magnetoszférák közül tulajdonképpen ez a legkisebb, bár lehet vitatkozni, hogy a Jupiter Európa holdja körül, meg a Ganymedes holdja körül lévő valami magnetoszféra, az mondjuk ehhez képest mekkora, de hát az nulla szinte ehhez képest. Nagyon intenzív kölcsönhatás van. A térerő ugye azért kisebb a földinél, ezeket már beszéltük, stb. Tehát sok eltérés van a földi mágneses tértől gyakorlatilag. Az egyik fő kérdés, amiről igazából nincs letisztázott helyzet, az a mágneses tér eredete. Ugye régebben a messenger meg a földi mérések előtt, amikor kimutatták, hogy a bolygó forgástengének az ingadozása, a szabálytalan ilyen bólogatás, az arra utal, hogy cseppfolyós halmazállapotú a magja mégis. Tehát mielőtt ezt kimutatták, az volt az általános nézőpont, hát igen, hogy a Merkur mágneses tere maradvány, ősi mágneses tér, ami benne van a vezetőképes ásványokba úgymond belefagyva. Most az új modell az már nem ez, hanem mivel van folyékony mágneses tér, akkor mondjuk azt, hogy ez most generálódik, mert ez jól hangzik. De igazából azért ez nem olyan halálbiztos, tehát tulajdonképpen azért is fontos a magnetoszféra vizsgálata, főleg így, hogy egy másik szonda a bolygó gravitációs terét térképezi pontosan, ez meg a Földről megnézik a bolygó forgásának a viselkedését és anomáliáit, meg plusz nézik a magnetoszférát, hogy ezekből talán együtt ki lehet azt tényleg találni, hogy most generálódik az a mágneses tér, vagy nem. Mert ugye a Merkur az nagyon lassan forog. Tehát, hogyha úgy forogna, mint mondjuk a Föld, akkor tudja, hogy erős mágneses tere lenne, most lenne sokkal erősebb, de nagyon-nagyon lassan forog szegényke, de van egy kis folyékony mag, tehát ez ilyen, ez a népesei, hoztam is, meg nem is, most ki tudja, hogy mi van. Tehát ez egy olyan esmény, ahol van keresni való. Ja igen, itt van, hogy 5,4 gram per köbcentiméter a sűrűség, a Földé 5,5. Tehát nagyon közel van, pedig a Föld azért sokkal nagyobb, és jobban összenyomja magát. Itt egy jópofa szemléltető ábra, itt a Földön a köpeny, meg a tetén a kéreg, azt nem is látjuk. Ami ilyen vastag, itt meg a Föld vasmagja, ami ekkora, hát a Merkurnál ilyenek az arányok. Tehát tényleg egy sokkal-sokkal vékonyabb kőzetburok van, vagy egy köpeny van a felszínen, ami egy sokkal nagyobb vasmagot vesz körül, ugyanakkor ettől anomálisan magas a vastartalma az egész bolygónak, viszont a felszín az valamiért úgy néz ki, hogy vasban viszonylag szegény. Ez például megint csak nem tudni, hogy miért. Felszínformák, ugye ezt is mindenki tudja, tankönyvi példák, ugye itt egy jó kép, amiről beszéltünk, hogy a Merkurt meg a Holdat gyakran szokták egymáshoz hasonlítani, mind a kettőn kráterek vannak, ami persze, hogy így van, de ide rakhatnánk más égitesteket is, amelyek ugye annyira nem voltak népszerűek. Tehát kráterezett, de azért nem teljesen ugyanaz. Mindenesetre a Merkuron a kráterek föltérképezésével lehet látni ugyanazt kicsit, mint a Holdon, hogy vannak az ősi nagy becsapódások, mint mondjuk a Holdon a déli pólus Aitken medence a túloldalon, vagy a nagy látható tengereknek a medencehajzata, meg aztán volt későbbi bazaltlávömlés. A Merkuron is történt hasonló, de aztán a Holdnál ugye sokkal gyorsabban inaktív lett az egész fejlődés történet. A Merkurnál úgy néz ki, hogy azért tovább maradt aktív. De ennek az aktivitásnak az egy része az igazából abból származik, hogy a bolygó egyre fokozatosan hűlt,
És ez egy zsugorodással járt együtt. A Holdnál nem volt akkor a zsugorodás, mert eleve kisebb az égitest, és a kezdetén nem volt, nem élt át akkor a hősokkot, úgymond, az anyagától, saját magától. A Merkur az melegebb lett, ezért neki kicsit kitágult, meg eleve nagyobb volt, tehát több lehetősége van a zsugorodásra, úgymond, hogy hűl régóta. A Hold az ugye hiába hűlt, azért eleve nem volt annyira meleg sem, meg nem tudott annyi hőt termelni, a Merkur igen. Ami érdekes lesz valószínűleg, hogy a Holdon is most, hogy látjuk ugye a holdbéli becsapódásos krátereket, egy csomó kráternél látszanak ilyen olvadék nyomok, kis olvadék tócsák. Ugye az L-Rock felvétel, Lunar Reconnaissance Orbiter nagy felbontású felvételnél látszanak, sokkal több látszik, mint az ember korábban gondolta, tehát nagyon sok. Tehát ránézünk a kráter, és tele van egy tócsákkal, úgymond. Ez nagyon jó pofa, hogy a Merkurnál milyen a helyzet ilyen szempontból, arra is rá fog mutatni valamennyire ez az új űrszonda remélhetőleg. Itt azt hiszem az volt egy úgymond kicsit piaci rés, hogy az amerikaiak nem figyeltek annyira úgymond a közepes, néhány száz kilométeres becsapódásos medencék nyomaira a Merkuron, mint amennyire ez a szonda tud majd. Aztán, hogy ebből mennyire mi az igazság, azt majd kiderül. Azért ott is nagyon jó adatok vannak, és ott is pontos lézeres magasságmérések vannak. Tehát nagyon hasonló azért az a két szonda, ez be kell vallani, csak itt mondom, itt van még egy magnetoszférikus keringő egység, meg az egész sokkal később egy. Meg hogy nehezebb legyen az adatfelhasználók dolga, az amerikai űrszonda szépen körpályán megy, egyformán fedi le a képeivel a felszínt, tehát ugyanaz a felbontás, az európai az nem körpályán megy, mert ott nincs annyi pénz az üzemanyag megfizetésére, úgyhogy az néha közelebbről látja, néha távolabbról, tehát aki dolgozni akar az adatokkal, annak kétszer annyit kell dolgoznia. A néhány kép, főleg a Messenger projektről, ugye látjuk, tele vannak ilyen lávával feltöltött területekkel a Merkur felszíni vidékei, azon mindenféle gerincek vannak. Ezek főleg az, amelyik globális rendszerbe illeszkedik, azok az egész égitest zsugorodásával jöttek létre. Az például nagyon érdekes lesz megnézni, hogy ezek a gerincek tényleg milyen régiek. Mert hogy a Holdnál, ugye megint csak a Lunar Reconnaissance Orbiter újabb felvételei alapján kiderült, hogy a Hold még a közelmúltban is zsugorodott egy picit. Tehát a Merkurnál én azt várnám, hogy az még most is zsugorodik egy picit, tehát vannak olyan fiatal kráterek, amelyeket még ezek a repedések mondjuk keresztbe szelnek, vagy összenyomogatnak, tehát itt várható még sok érdekesség. És hát a fő célpontok között vannak persze ezek a furcsaságok, a sötét halójú kráterek a Merkuron, az ilyen kékes, meg világos belsejű kráterek, amikről mindenféle érdekes ötletek láttak napvilágot, ugye a furcsa olvadék, vagy speciálisan meleg helyzet, a naphoz közeli kis távolság miatt, meg igazából sok olyan terület van, ahol beomlott lávacsatornákat látunk. Maguk a lávacsatornák sincsenek igazán feltérképezve még a Merkuron. Ugye az egyik híres alakzat, ugye a Caloris medence, amiről kiderült egy kicsit nagyobb, mint amekkorának korábban tippelték, furcsa kráterek vannak benne, és a közepén, itt most nem látszik, de talán van egy ábra, közepén van az a rendkívül furcsa, bocsánat, most ezt meg akarom keresni, nem most, ez az. Ez a rendkívül furcsa képződmény, amilyen sugár irányba, pont a medence közepén persze repedéseket mutat, ott van ráadásul pont rajta egy kráter, ami állítólag kvázi véletlen, tehát a kráter véletlenül valahol kelet, tehát itt keletkezett véletlenül, és mivel pont ez a medence középpontja, a repedések is azért futnak össze, de a kettőnek közvetlen köze nincs egymáshoz, bár van egy olyan modell is, hogy a becsapódás robbanásától a hatására repett össze az egész, vagy az pattintotta ki ezt a benne lévő feszültséget, el lehet, ezzel sok minden nem lehet kezdeni, ugye van ez a nagyon másik híres dolog, hogy a Caloris medencénél ugye a robbanás hullámok a becsapódástól fókuszálódtak a túloldalon, és ott egy összetört vidék jött létre. Ez is egy jó pofa dolog, de ennél is azért talán többet tud majd ez az űrszonda kihozni, például a többi nagy medence antipólusának a vizsgálatával. Ezek a repedések azok, amiket ugye már régóta tanulmányoznak a Merkuron, a tengelyforgás változásával kapcsolatosak, meg ezzel összefüggésben a bolygó lapultságának a csökkenésével.
lehetnek összefüggésben, többféle van, attól függ, hogy ugye a poláris vidéken másfajta irányú meg szerkezetű jön létre, mint alacsony szélessége, mert amikor csökken a lapultság, akkor ugye itt ilyen ferde nyírások jönnek létre, itt meg ilyen összenyomódások. Itt is látszik, szépen lávával elöntött vidék, nagyon sok helyen, és rajta ezek a redő gerincek, amelyek itt ugye egymással párhuzamosak, tehát itt valami globális tektonikus hatásról lehet szó, ami tengelyforgás változás, és ezzel összefüggő deformáció nyomán adódhatott. Itt egy nagyon híres régi felvétel, ugye még a Mariner 10-től, a Discovery Rupes nevű ilyen gerinc, ami szépen átszel egy krátert, aztán két krátert, meg még tovább halad. Tehát ezeknél például, hogyha itt valaki megvizsgálná, hogy gyakorlatilag mondjuk azok a kráterek, amelyek picik és már nem látszanak itt, amelyek felülírják ezt a repedést, hogy azok milyen idősek, meg azok milyen idősek, amiket átszel, akkor a kettőből egy ilyen minimum-maximum kort lehet becsülni, és megmondani, hogy kb. Mikor jött létre az a repedés. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy ideális esetben a kutatók kapnak majd elég pénzt, nem az űrszondával kapcsolatban, hanem egyéb forrásokból, hogy jól megvizsgálják ezt, akkor valószínűleg meg fogják tudni állapítani, hogy megkülönböztetni ez a repedés egyszerűen ilyen idős, aztán fiatalabb létrejött ez, aztán még fiatalabb ez, és így tovább szépen ilyen kor szerinti sorrendben lehet rakni. Ezt már láttuk. Vulkanizmus. Igen, na ezek újdonság, hát a messenger újdonsága, jó pár éve már tudjuk, hogy bizony vannak olyan vulkánok a Merkuron, amelyek vulkánnak néznek ki. Ugye a Holdon nagyon kevés ilyen van, sőt szinte nincsen, néhány újdonság mutatkozott az elmúlt időszakban, azok picik voltak, meg olyan felemások, tehát nem a klasszikus vulkán. Itt sem annyira az van, hanem a Holdon ugye ezek a lávasíkságok, itt is főleg lávasíkság, de például a Kaloris medence peremvidékén vannak ezek a olyan vulkáni központok, amelyek kiemelkednek. Hát itt nem nagyon látszik, de kiemelkednek. Van egy ilyen tetőkalderájuk, valószínűleg robbanással, beomlással keletkezett, és ez a világos folt a kiszór törmelék takarót mutatja. Tehát ezeket azért a további megfigyelésekkel még részletesebben vizsgálva azért valami tisztább kép jön létre majd, hogy tényleg milyen volt a vulkanizmus a Merkuron, mert azért volt, nem is elhanyagolható. Itt látszik egy állítólag a valódihoz nem, valóditól nem túl távoli színhűségű kép, fiatal krátereknél kékes sugársávok, ez itt a Kaloris medence, ugye látjuk, hogy ellentétben a Holddal ugye itt világosabb, mint a Holdnál. A Holdnál a bazaltok ugye sötétebbek, és sokkal úgymond síkabbak, ha lehet ezt a kifejezést használni. Na, ez is egy érdekes új célpont, ezt is a Messenger fedezte föl. Az a baj, hogy úgy tudom, ezeknek nincs is igazán jó magyar nevük. Nem tudom, hogy hol használtunk erre valamit. Tehát ezek ilyen furcsa hollónak nevezett, ugye angol kifejezés, ilyen mélyedés sorozatok, ilyen hát ragyás, vagy nem tudom, hogy kinéző, mélyedés sorozatok, amelyek általában a kráterek belső ilyen feltöltött területein vannak, de nem csak ott, például a központi csúcson is előfordulnak. Ennyire nem tér el a színük a környezetüktől, de azért más színűek, és egy pici, elég meredek falú omlás jellegű képződmények, körülöttük világosabb és kékes, de nem ennyire, kékes árnyalatú valamikkel. Hogy ezek mik, arc még nem tudni, de a legnépszerűbb, többek által favorizált modell szerint ez valamiféle, hogy is lehet fogalmazni, valamiféle olyan folyamatnak az eredménye, ami valahol egy picit emlékeztet valami vulkáni aktivitásra, de nem olyanra, mint a Földön szoktuk, vagy egy picit emlékeztet egy üstökösnek a sublimációjára. De valahol a kettő között van. Lehet. Lehet, mondjuk az Ina Caldera, arra Ina Caldera, hát az is, de arról sokat mutatkozik. A Ina Caldera az, arra én azért vulkanikusabbat mondanám, mint ezekre, de nem, tehát lehet, igen. Szóval, tehát itt a nagy napközelség, a kis naptávolság miatt, itt azért a magas felszíni hőmérséklet lehet, hogy már okoz jó pár olyan eltérő dolgot, amivel, ahogy mondom, nem nagyon szoktunk találkozni, mert a Holdon nincs,
mert a Vénuszon földön meg légkör van. Szóval lehet, hogy ez az egy picit érdekes dolog, amire megint csak fogunk, remélhetőleg amiről sokat fogunk tanulni, és hát ugye az egyik leghíresebb dolog, ugye a 90-es években földi radarmérések alapján felfedezett északi-déli ugye jégtartalom a mély kráterekben, amelyeket most már azért tehát elég alaposan feltérképezték, itt most nem is írtam le, de nem is érdekes, hogy meddig terjednek, a legtávolabbjaknak már csak a napárnyékos oldalán, karéba van valószínűleg a jég, ami azért izgalmas, ugye, mert a Holdon is ilyesmi van. Tehát ez most egy ilyen nagyon-nagyon népszerű dolog, sőt, ugye talán mégis azért állandóan Holdhoz hasonlítjuk, de nem azért, mert hasonló kinézetűek a kráterek, hanem mert mind a két égítés légkör nélkül fejlődött, főleg, hanem a Holdon, ha jól emlékszem, nemrég volt egy publikáció, valami Nature Science vagy egyéb kategóriai labba, amin kimutatták, azt hiszem neutron spektrométeres mérésekkel, hogy a Holdon gyakorlatilag a jég, a sarki jég kráterekben lévő helyzete alapján látszik az, hogy gyakorlatilag a Hold pólusa, forgástengelyének a helyzete az vándorolt az idők során. És ezt kimutatták modellekkel, hogy ez nagyon régen történt. Tehát az a jég, ami a holdi sarki kráterekben van, az rettentő idős. Tehát az ilyen, az nem 100 millió éves, hanem 2-3, esetleg 4 milliárd éves. Most nagy kérdés a Merkúron, ha meg lehet becsülni, ott milyen idős ez a jég? Ez egy nagyon fontos kérdés, mert ez ugye a naprendszerbeli bombázó, jeges, üstökös maguk, meg hasonló, idézem, üstökös maguk típusú égitestek illó szállítását írja le gyakorlatilag. Ez egy fontos új érdekesség lesz. Na mindegy, ez csak egy vázlatos felsorolása a Merkur fejlődés történetének, ugye naphoz közeli összeállás, eleve nagyon forró lehetett, valami nagy becsapódást leszakíthatta a külső burok nagy részét, anomálisan magas vastartalom maradt, ugye intenzív vulkanizmus indult meg valamikor, és hát az árapály kölcsönhatás révén elkezdett beállni a tengelyforgás erre a 3-2 rezonanciára, hogy ez mikor fejeződött be, arról lehet vitatkozni, ez az időtartam, az a ablak, amelyről vitatkoznak a szakemberek, az valószínűleg azért még tovább szűkül ezáltal az új, a Beppi Colombótól várható új eredmények által, de a legtöbben főleg a korai időszakra teszik ezt, hogy főleg korán lassult be, úgymond ennyire. Ezzel kapcsolatban a zsugorodás történt, ugye ezt most 4 kilométerre teszik a Messenger alapján, azért az nem kevés, egy egész bolygónál az jó. És azóta kevés változás, stb. Gyakorlatilag ennyi. És hogy miért érdekes, ugye most már az exobolygókat is azért jól belevesszük, ugye hol alakul ki a legbelső földtípusú bolygó, hol kondenzálódik ki nagy mennyiségben az az anyag, amiből aztán bolygó állhat össze, bolygócsírákból összeütközésük révén. Tehát igazából a Merkur vizsgálata azért is fontos, nem csak azért, mert érdekes égítés, hanem egy kicsit ugye kitekintsünk a naprendszeren kívülre, megértsük, hogy hogy áll össze, vagy hol áll össze egy ilyen legbelső bolygó. Ezek a mondások, hogy jobban megértjük azt, hogy ennek révén, hogy hol szokott összeállni egy legbelső földtípusú bolygó, ez azért mégiscsak sokkal inkább mondás, mint ilyen konkrét, exakt tény, mert ez igazából mindenféle dologtól függ, hogy az ősködnek milyen a anyagsűrűsége, meg hogy a ősnap aktivitására mennyire, hogyan reagált a korong belső része. Tehát ez egy nagyon összetett dolog, de ha jobban megértjük, hogy miért ott alakult ki, vagy pontosabban miből áll, milyen tömegű, eredetileg mekkora lehetett, stb., az mindenképpen segít abban, hogy jobban belőjük azt, hogy kb. Milyen viszonyok szükségesek ahhoz, hogy egy legbelső bolygó kialakuljon, mert ugye erről is vitatkoznak, de valószínűleg az sem véletlen, ugye, hogy a Titius-Bode szabályt, ugye szabály úgymond létezik, bár abban a nagyszámok törvénye, meg minden egyéb is beleszólhat, de az, hogy hol alakul ki a legbelső bolygó, az eséllyel befolyásolhatja ugye a többi helyzetét, és azért ezt nem árt tudni, mert igen, ezt itt is írtam, mert hogy azért ez mégiscsak érdekes. Hát majd meglátjuk, minden esetre mennyi volt, még 7 évet kell várni,
Tehát találkozzunk 7 év múlva itt a Polarisba, de addig is még vannak egyéb érdekességek, például most a Mars jó állítólag, reméljük, hogy nyugodt a légkör. Na jó, én ennyit akartam elmondani, köszönöm a figyelmet.